Humanitárius okokból háromnapos tűzszünetet szeretne Izraelben az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Joe Biden szerint ez segíthetne a gázai túszok kiszabadításában is. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő úgy véli, Netanyahu-n nagy az amerikai nyomás, így lehet, hogy kénytelen lesz belemenni egy tűzszünetbe. A nap nagy részét mindenki otthon tölti. Élünk, de olyan, mintha egy börtönben járni, mert igazából azon kívül, hogy dolgozol, vagy most megnyitották itt az iskolákat, de csak itt Tel Aviv is környékén, azon kívül tényleg nagyon be van szűkülve az élet. Zsuzsa elmondta azt is, hogy folyamatosak a rakétatámadások, kedden háromszor lőtték a környéküket. Joe Biden amerikai elnök közben a harcok háromnapos felfüggesztését kérte, szerinte ugyanis ez segíthet a túszok kiszabadításában. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szóvívője újságíróknak úgy fogalmazott, továbbra is hisznek egy átmeneti humanitárius szünet értékében, bizonyos célok elérése érdekében. Biden két tűz közé került. Ugyanis a saját pártjában is megjelent egy olyan kisebbség, amely humanitárius okokból tűzszünetet szeretne. A külpolitikai szakértő arról is beszélt, hogy Izrael nem tudja felszámolni a Hamas infrastruktúráját, ha nem folytatják a hadműveleteket. Ugyanakkor Izrael számára is sürgető lenne, hogy minél hamarabb lezárják a konfliktust. Nem csak az amerikaiak miatt, de az egész világ közvéleménye kezd elfordulni, vagy annak egy jelentős része elfordulni Izraeltől, és szembe fordulni vele, és ennek külpolitikailag nagyon magas ára lehet. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, Benjamin Netanyahu nagy az amerikai nyomás, így lehet, hogy kénytelen lesz belemenni egy tűzszünetbe, bár ezt Izraelben taktikai szünetnek nevezik. Nagy kérdés, hogy a Hamas helyez hogyan viszonyul, mert hogyha megállapodnak egy tűzszünetbe, és valamelyik oldal ezt nem tartja be, attól kezdve vége. És hát az mondjuk hozzátartozik az igazsághoz, egy rövid tűzszünet, most teljesen mindegy, hogy minek hívják, nem ártana, abból a szempontból, hogy azok az emberek, akik még nem hagyták el a gázai övezetet, el tudjanak menni. Illetve, hogy a halottakat el tudják temetni, tette hozzá Kis Benedek József, aki szerint az izraeli vezetés attól is tart, hogy a tűzszünet alatt a Hamász összeszedi magát és újabb támadásokat indít.